No. 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 Na, sziasztok gyerekek! Ez egy ilyen gyorsabb videó, amely igazából a Virtual Racingről fog szólni. Picit beszélek róla, játszok is vele, hogy lássátok azért milyen is. Igyekszem normálisan játszani, nem elszarni mindent. És jól csinálni a dolgokat. De legelőször is szeretném megköszönni Florfilla idézőjeles barátomnak, hogy diszlájkolja a videóimat, és újfent mindenféle szart és mocskot összehord, nem csak én ellenem, hanem Weiserök és a többiek ellen. Én finoman kérem meg, hogy hagyja abba. Nem mint hogyha én nekem ebből bármi problémám nem származna, mert nagy évben szarok rá, de a lényeg, hogy kéretik abba hagyni, még mielőtt valami egyéb dolgot teszek meg. Ho-ho-ho, semmiféle fenyegetés nem volt ebben, köszönöm szépen, kérem kapcsolja ki. Na akkor, elvileg be kell induljanak az elsőként. Peng, bizony. Teljes képernyőre ki. És a kazetta valamiért nem indul. Sorry gyerekek. Mondom, igen. Produced by or under license or Sega Enterprises. What fuck? Indulj! Bocsánat. Így van. Remek. Mint ezt az előző adásban azért bemutattam, nem egy olyan rossz játék ez tulajdonképpen. Úgyhogy kicsit így hagyom, hadd fusson a demo is. Azért ez egy 94-es játékhoz képest nem olyan csúnya, főleg, hogy egy darab SVP proci van benne. Na. Igen, ezt ismerjük, láttam már. Bizony. Most nem fogok freerun-ban menni, hanem Virtual Racing. Na, legyen a beginner. Ilyen zene nem lenne rossz, hogyha az egész játékból lenne is, nem csak néha napján. Ott más, de nem borultam föl. Még annyira rossz helyen nem is vagyok, főleg, hogy alig játszottam ezzel a játékkal az utóbbi időben. Time boner, mint mindig. Az a lényeg, az időtől felálljon, mi? Ne. Mindig fölborulok, bassza meg, ez annyira cím. Remek. Ez elég furcsa ezt irányítani. Gyakoroltam egyszer én ezt annyit, hogy második legyek, csak azt nem vettem föl. Mert nem is gáz annyira. Lényeg, hogy azért menjen itt a dolog.
okosan kell használni a gázpedált. Ja, én mondom mi. Nem igaz. Ez nagyon nem jó. Most már csak kicsúszok. De basszódjatok meg! Olyan szar ezt irányítani néha, hogy hihetetlen. Ah. Jó, hogy a játékról kéne beszéljek, hogy esetleg mennyire jó ez, csak most megint én nem vagyok formában. Meg gyakorolnom kellett volna előtte. Nem baj. Megelőzöm ezt a rohadékot itt. Time Bowler! Meg lehet, hogy 8. is lehetek. 4, 3, 2, 1. Final lap! Király! Ó, 4, 3, 2, 1. Game over! Nem baj. Kezdjünk egy újat, hát most. Annyira nem gáz. Jó lesz ez. Csak meg kéne tanuljak vele normálisan menni. Akármennyire is time bónusz akar ez lenni, ez nem sikerül neki. Ez time boner, sajnálom srácok. Ez a kamera nézet akkor is szörnyű. Meg úgy 9 meg az 5 kamera nézetből mit tudom én mennyi az az. Lehet, hogy legközelebb úgy fogok venni, hogy nem a gép előtt ülök, hanem tévénél. Mert van hozzá SCART-kábelem nagyszerű módon. Csak azt szerintem nem ér el a gépig. És megint ugyanolyan szar, még szarabbul megy. Jó van. Szóval a játék grafikáján azért látni, hogy nem mai csirke, de vegyétek figyelembe, hogy ez egy 100 Sega Mega Drive és egy SVP chip némi RAM-mal meg ROM-mal, tehát abszolút nem vitték túlzásba a srácok, de figyelemre méltó az, hogy nagyjából ugyanúgy néz ki a játék, mint az arcade. Na, volt szerencsém látni élőben is egy ilyen gépet Győrben. Ugye nem próbáltam ki, még akkor sem, amikor másodjára jártam ott, de ez már az én egyéni saram, hogy ilyet kihagyok. De azért láthatjuk, hogy azért ez sem sikerült túl rosszul, csak rá kell gyakorolni a versenyekre. A 32x-es verzióhoz képest ez abban különbözik, hogy némileg kevesebb szín, kevesebb pálya, egy autó, 32x-es, 3 autóhoz képest és 5 pályához. Érted? A hangok olyanok, amilyenek, megszokott ilyen Mega Drive minőség, tehát igazából jobbat még a hangchip nem tud magából kihozni ezen a szinten, meg takarékoskodni kellett. Játék az olyan 3 megás. Ó, jó van. Megint fölborulok mindig, ez annyira cink. Se sikerült, még rosszabb, mint az előző. Jó van.
sajnos nem a menübe dob vissza, pedig azt vártam volna egy ilyen játéktól, hogy minimum oda rak, és nem kell ezt minden egyes alkalommal végignéznem. A kazi érdekessége egyébként, hogy nem hiába raktak rá hűtőbordát az SCP chipre, mert azért melegszik ez, de nem annyira, hogy vészes legyen. Csak nem tudom, hogy gondolták azt, hogy egy teljesen zárt kazin majd szellőzni fog a chip. Na mindegy, átállítom easy-re, mert nagyon gyenge vagyok most. Bocsánat, ez tényleg az én hibám. Menjünk még egyszer az easy-n, annyira nem vészes ez. Az is milyen fair, hogy én most indulok, miközben többiek már elindultak. Ez is elég érdekes kamera nézet, hogy hát akkor megmutatom majd mindet. Rohadjon meg, ez annyi, néha ezek az unfair dolgok. De lényeg tényleg az, hogy egész korrektül megcsinálták ahhoz képest, hogy mennyire limitálva van az egész konzol. Meg hogy egy, szóval egy-két évvel később jött ki a PlayStation, ami már alapból sokkal jobb dolgokat tudott, de mondom, ez egy 89-es technika. Ennyit tud. Ezt befejezem, akkor megmutatom a következő pályát is, meg a másikat. Rohadt. Tényleg ilyen annyira tud csúszkálni, hogy valami hihetetlen. Mert ha rágyakorol az ember, akkor megy. Ezt nehéz elhinni engem látva. El tudom hinni. Igen, kétszer is megcsúszott. Fasza vagyok, jó? Megmutatok, be lehet menni ide a box utcába, és egész korrektül megcsináltuk, itt már nem is én vezetek. 15-16, utolsó vagyok, oké. Természetesen vissza lehet váltani ide, illetve akár a vezetőülésben is. Bár szerintem ez a nézet azért nem a legszerencsésebb. Szerintem elég kiismerhetetlenek a dolgok, bár minden úgy néz ki, ahogy kell, de mégis elég rémült vagyok ezzel. Elég szar. Anno egyébként ez a Sega Kazi volt az egyik legdrágább, ami kapható volt. Ilyen $100 környéke. Akkori árfolyamot számítva szerintem csak 30 ezer forint környéké lehetett. 94-ben nem tudom mennyi lehetett a dollár. Most olyan satsz kb. 200. Jó közelítésre tényleg. Hoppá. És akkor ez elég drága cuccnak számított. Nem is adtak el belőle túl sokat pont ezért. Nekem Overpool mondta azt, hogy látott egy videót, ahol ezt a játékot tesztelik és rendszeresen befagy. Ez annyira azért nem igaz, mert egy dolog, hogy nekem se indul mindig elsőre, de ezt én azzal magyarázom, hogy koszos a konzol meg a kazi. 14. Egyre jobb eredmények, nem? Szóval, hogy koszos a kazi meg a csatlakozó, meg mit tudom én, így aztán érthető, hogy nem indul mindig elsőre. És hát... hogy kell kezdődött kilépni. Inkább bemutatok a freerunba, a versenyek ugyanígy néznek ki. Tökéletes. A medium se olyan vészes egyébként tényleg, meg a hard sem. Sok volt, amikor én a mediumot egyszerűbbnek tartottam, mint az easy-t. Azért látható, hogy nem rossz ez. Tehát maga pálya kidolgozás és tényleg az, hogy azért pálya kinézete van mindennek. Extrákat beraktak, pálmafákat,
amiket csak lehetett. Mondom, ezt 3 megabyte-ba összesűrítették. Az akkori versenytársak úgymond, az Atari Jaguar-nak ugyan szebb volt a Checkered Flag nevű játéka ennél sokkal, de viszont szinte játszhatatlan két kocka számot produkált, illetve az irányítással is voltak gondok. Sőt, a Super Nintendo-nak ilyesfajta autós játéka szerintem nem is volt. Na mindegy, a lényeg, hogy én most elcsúszkálok, és az, hogy ahhoz képest még ez a kazetta is egészen jól fut. Azt mondják erre, hogy egészen lassú, sőt Oszló is mondta nekem, hogy ez a játék egészen lassúnak számít, de szerintem teljesen korrektül fut. Lesz, amit most, hogy én nem viszont nagyon nem versenyezek, nagyon nem megyek korrektül. De nekem valamiért ez nem megy. Az irányítás azért responsív, csak nagyon gyenge reflexem most. Szóval, ha valaki rá akar készülni egy ilyen versenyre, tényleg az a lényeg, hogy feljön ide és menjen egy 6-7 kört. Majd beállítja 30 körre, és addig megy vele, amíg jó nem lesz. Szenvedem ezt a kört. Valahogy. Lehet rá a dislike faszkilla nyugodtan, tehát abszolút nem zavar. Michael is bedugan jól, hogy Martin mondaná. Egyáltalán nem zavar, sőt a haveri egy is jöhetnek. Állok elébe. Csak írjátok egyszer kommentet is, ne csak dislike-oljatok, mert akkor az azt jelenti, hogy képességétekből mindösszesen csak ennyire telik. Na mindegy, a játékról visszatérve ezért, ha valakinek esetleg van Mega Drive-ja, akkor ezt a játékot már egész normális áron megveheti, ha nem akarja emulálni, természetesen, mert ROM formában ezek mind elérhetőek teljesen és bérmentve, de nem adják vissza ugye ezt a konzol hangulatot, ami ezen van. Illetve emulátoron nem lehet az eredeti gamepaddal játszani. Kivéve ha betöltöd rá természetesen. Mondjuk ezt nem értem, hogy még egy negyedik megabajtot miért nem raktak bele a kaziba. Tehát miért nem 4 megabajtos lett? Mert talán még több dolgot bele tudtak volna sűríteni, és szebb is lenne a játék. Figyelnem kéne az útburkolati jelzéseket, meg mindent, ahogy ezt nekem Kresszen mondták annó. Mert hogy az út merre megy, nem baj. Kicsúszom, persze. Falkó vagyok. Nem baj. Lényeg, hogy egy egész pofás kis játék, amire megérte nekem azt a hetet várni, amíg megjött a kazi Angliából. Csak egy dologra vigyázzatok, hogy ez a kazi, ez régiókódolású, tehát egy PAL kazi PAL-gében fog elindulni, egy NTSC-s pedig egy NTSC-sben. Ezáltal vegyetek egy 1-es Mega Drive-ot, mert azt könnyen megmodolni, a 2-est azt hiszem lehet, de azt nehezem. Szóval rendelhetek Amerikából, és készüljetek fel, hogy át kell alakítani a konzolt. Meg is mutatom, hogy ez így van. Ennyi jó halma van benne, és egy olyan vagy zöld, amit nem bírtak beletenni, ez azért. Ó, igen. Rá kell készülni a pályákra. Ez csak tegnap játszottam arra az időre, amíg az adást fölvettem. Mindegy, egy-két kört, ezért még így nyomok. Az akár egyébként, hogy csak ez az egyetlen egy SVP chipes játék van, több nincs, tényleg. Akkor ebben a chipben is rengeteg potenciál van,
Virtua Fighter-t igazán kiadhattak volna rá. Nem a Genesis-es Virtua Fighter 2. Összességében vidám zenék lennének ebben, hanem ilyen 15 másodperces betétek lennének és szív. Ha nézném a térképet, sokkal egyszerűbb lenne, eddig nem vettem észre a jobb oldalt, azt a maszkot. Na szóval... Egyébként nem tudom, ezek milyen pályától alapulnának, tehát... nem igazán jönnék rá. Lehet, hogy igazi akon. De nem vagyok otthon semmilyen autóversenyzős játékban, mint ez igen jól látszik. Szóval látszik frankon az, hogy ilyen poligonos az egész. Szóval... Ó, jó lenne kilépni mondjuk a versenyből, ezt nem rakták bele sajnos. Na szóval... Tényleg megmutatom akkor, hogy ez a játék tényleg régiókódolt. Ez még bejön, de itt viszont már kiírja, hogy csak bal és francia Second Mega Drive-val megy. Na még egyszer beindítjuk, és megnézzük, hogy esetleg NTSC-n mit nyom. Igen, itt eltűnik a szín, ugyanis a konzolban nem NTSC alkatrészek vannak. És a játék picit megőrül. Wow. Ugye nekem nagyon nem szereti a konzolom, tehát ezt tartósan én nem fogom benne hagyni. Igen, a hangok már nem mennek. A játék pedig nem tud gyorsabban. Tehát abszolút semmi time boner. Mindegy, nem is ez a lényeges. Vissza balra, úgy ahogy azt a nagy is jó Isten megteremtette. És akkor hát remélem normálisnak volt ez a bemutatónak alig nevezhető valami a sok bénázással meg minden egyébbel. Mindegy, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Bye bye!